Szombaton egy díszceremónia keretében iktatták be hivatalába Magyarország első női köztársasági elnökét, Novák Katalint. A politikust március 10-én választotta államfővé az országgyűlés. Minősített felelősségének nevezte Novák Katalin azt, hogy elnökként megmutassa, mit jelent számára szülőföldje Magyarország, a honfitársai, a magyarok, és mit gondol közös életünkről és világban betöltött helyünkről. Novák Katalin beiktatási ünnepségén Budapesten az Országház előtt a Kossuth Lajos téren kiemelte, ebből a személyes magyar világnézetből következnek majd cselekedetei köztársasági elnökként. Az államfő úgy fogalmazott, együtt vagyunk itt Európa szívében, az ország fővárosában, a Kárpát-medence közepén, a nemzet főterén, de együtt vagyunk abban a szándékban és akaratban is, hogy a magyaroknak a 20. század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után a 21. században jobb, szebb, békésebb, gazdagabb és biztonságosabb életet teremtsünk. Egy napra megelevenedett a székesfehérvári nemzeti emlékhely. Városunk ismét csatlakozott ugyanis az országos kezdeményezéshez. Az egész napos program sorozaton a valamikori királyi bazilikáról tudhattak meg többet a látogatók. Színes és érdekes előadásokkal telt az emlékhelyek napja Fehérváron. Ismeretterjesztő sétával indult a program, de hagyományőrző bemutatók, középkori sakk és játékos, ismeretterjesztő előadások és foglalkozások is színesítették a programot. Bicó Piroska történész a Szent István király által épített szakrális központról beszélt a látogatóknak a nemzeti emlékhelyen. Mindenki úgy jön ide, hogy itt vannak királyaink sírjai. Erre azt lehet mondani, hogy itt voltak, de nem ez a legfontosabb, hanem valóban a koronázás, mert a középkori közfelfogás az csak azt a koronázást tartotta már az Árpád kor közepétől végétől érvényesnek, amelyik Fehérváron történt, ebben a templomban, az esztergomi érsek keze által és a szent koronával, amelyet Szent István koronájának tartottak. Akadályok nélkül címmel szerveztek szabadidős napot szombaton a Csónakázó tópartján. A kilátogatók a látássérültek mindennapjaiban nyerhettek betekintést különböző játékos programokon és sportágakon keresztül. Az érzékenyítő program az internetszolgáltatók tanácsa és a Staki közreműködésével jött létre Fehérváron. A rendezvényen izgalmas programokkal várták az érdeklődőket, épplátású embereket és családokat, akár kisebb gyermekekkel is. Hogy megtapasztalják, hogy lehet bekötött szemmel sportolni, számítógépet használni és hétköznapi életet élni. Azt szeretnénk megmutatni, hogy a fogyatékossággal élő emberek is tudnak akadályok nélkül élni, hogyha ezt így alakítjuk és biztosítjuk számunkra. Ezen a rendezvényen egy egész napos szabadidő programsorozat lesz kipróbálható. Egészen a vakvezető kutyák, a tandemkerékpározás, a vak szabaduló szoba és meg annyi programon keresztül. Emellett, ami még színessége, hogy parasport programok is vannak. Tulajdonképpen összefoglalva, ez egy hatalmas, érzékenyítő szemléletformáló programsorozat.